A Merkantil Bankliga 13. fordulójában az MTK azzal a céllal fogadta hazai pályán a Siófok együttesét, hogy ismételten mérkőzést tudjon nyerni szeptember 4-e után. Ehhez mérten kezdett Bognár György együttese, Németh Krisztián már a 3. percben nagyon jó lövéssel kísérletezett, azonban a labda a kapufáról kifelé pattant. Az 5. percben Bognár kapott egy jó paszt Kovács Mátyástól, de ő is csak a kapufát találta el. Két hatalmas helyzettel kezdődik tehát a mérkőzés. Huth Wagner itt már verve volt, a labda azonban nem jutott a gólvonalon túlra. 34. percben járunk. Elérkezett az első siófoki lehetőség, egy szögletet követően Farkas elé pattant a labda, azonban Somodi jó helyen állt és szögletre tudta ütni a labdát. Elsőre rossz helyre öklözte a labdát, másodikra azonban sikerült védenie. Erre rá egy percre a 35. minutumban ismételten Farkas nem tudta kapura tenni a labdát, viszont Somodit eltalálta, ezért jó néhány percig állt is a játék, de szerencsére ezt követően az MTK kapusa folytatni tudta a játékot. Farkasnak még nincsen gólja, ebben a bajnoki szezonban a kupában már szerzett 2, ezúttal sem sikerült a kapuba találni. A 39. percben járunk, Futács esik el a 16-oson belül, a játékvezető pedig 11-est ítél. Nagy Norbert Balog Bencét látta szabálytalannak, ezt követően végezhetett el az MTK egy 11-est, Futás pedig a 40. percben meg is szerezte a vezetést a kékfehéreknek. Futás duplázott a haladás ellen, azonban a győzelemhez az sem volt elég. Ez volt a 9. gólja ebben a bajnoki szezonban. Ezek már a második félidő történései, az 57. percben egy szögletet követően debreceni veszélyeztetett. A fejese azonban nem találta el a kaput. Az 58. percben Bognár István kap labdát, majd aztán próbálkozik távolról, de nem sikerült eltalálnia a kaput Bognár Istvánnak. A közeli képen láthatjuk, hogy elerett a második félidőben az eső is, ezért az ilyen próbálkozásokban nagy potenciál rejlett. Ez azonban nem találta el a kaput, itt pedig még jobban láthatjuk, hogy milyen zivatar jött. 62. percben járunk, Németh Krisztián lódul meg a jobb oldalon, Huth Wagner a kapufára üti a labdát, Futács kísérletét is védi, és aztán Kovács Mátyásét is. Három óriási védést mutatott be Huth Wagner, és ezzel tartotta meccsben a Siófokot. Debreceninek kiosztott egy kötényt Németh Krisztián, aztán a 16-oson belülről próbálkozott a kapufára, ütötte először a labdát, majd aztán két kipattanót is sikerült hárítania Huth Wagnernek. 68. percben pedig megfogyatkozott az MTK, Futács Márkó a második sárga lapját is megkapta, így 10 emberrel folytathatta a Kékfehér klub. Még az első fél időben kapott egy sárga lapot Futács, itt pedig nagyon elkésett, amikor Szakállyal szemben próbálkozott egy szerelési kísérlettel. 79. percben járunk, nem sikerült tisztázni a 16-oson belülről, aztán pedig egy újabb 11-est ítél a játékvezető. Kata Mihály volt szabálytalan, méghozzá Horváttal szemben. Nyári tekerte be középre a szögletet, nem sikerült első körben kivágni a labdát a 16-oson belül. Kata pedig szabálytalanul állította meg Horvátot. Ennek köszönhetően ugyanonnan, ahonnan az első MTK gól érkezett, onnan érkezett az első siófoki találat is. A 80. percben a sértett Horváth végezhette el a 11-est, ezt követően pedig már túl sok említésre méltó helyzet nem történt, a játékvezető véget is vetett, MTK Siófok 1-1.